Huszadik fejezet. Este Sir Walter, két leánya és Mrs. Clay érkeztek elsőként a hangverseny színhelyére. És mivel Lady Darwinborough várni kellett, a nyolc szögletű terem egyik kandallója közelében szövekeltek le. Ám alig, hogy ez megtörtént, ismét feltárult az ajtó, és Wentworth kapitány lépett be, méghozzá egyedül. Anne állt hozzá a legközelebb. Kissé még előre is lépett, és azonnal megszólította. A kapitány arra készült, hogy csak meghajol és tovább megy, de Anne szelíd köszöntése hallatán másként cselekedett. Megállt mellette, és viszonzásképpen kérdezősködni kezdett. Dacára annak, hogy a háttérben ott volt a félelmetes apa és nővér. Ennek kapura jött, hogy mögötte várakoztak, így nem látta az arcukat, és volt bátorsága azt tenni, amit helyénvalónak gondolt. Miközben beszélgettek, Anne fülét megütötte az apja, és Elizabeth suktolózása. Nem tudta ugyan kivenni a szavaikat, de sejtette, miről beszélnek. Wentworth kapitány meghajlásából pedig kitalálta, hogy az apja jónak látta, ezzel az egyszerű gesztussal ismerősként köszönteni. És még éppen időben vetett oldalra egy pillantást, hogy lássa meg maga, Elizabeth is hajlandó egy tessék-lessék pukedlire. Megkésett, kelletlen és udvariatlan üdvözlés volt ez, de több a semminél, és ennek jobb kedve lett. Miután azonban beszéltek az időjárásról, bátról és a koncertről, a társalgás kezdett akadozni, és végül oly keveset szóltak, hogy Anne arra számított, a kapitány bármely pillanatban tovább indulhat. Ám nem így történt. Olybá tűnt, a férfi koránt sem siet otthagyni őt, hanem felélénkülve, enyhe mosolyjal, nem minden lelkesedés nélkül ezt mondta. Alig láttam a lányban történtek óta. Tartok tőle, hogy megszenvedte a megrázkódtatást. Annál is inkább, mivel akkor nem roskadt össze tőle. Anne biztosította afelől, hogy nem szenvedte meg. Rettenetes óra volt, mondta a kapitány, rettenetes nap. Kezét a szeme elé emelte, mintha az emlék még mindig túlságosan fájdalmas volna, de néhány pillanat múltán egy félmosollyal hozzátette. Jól lehet, olyan kihatásai lettek annak a napnak, olyan következményekkel járt, amelyek pontosan ellentétei a rettenetesnek. Kegyet, aki megőrizte a lélek jelenlétét, és azt mondta, Benwick a legalkalmasabb, hogy orvosért menjen, kevéssé sejthette, hogy végül ő lesz az egyik legérdekeltebb a hölgy felépülésében. Természetesen egyáltalán nem. Úgy tűnik, remélnem kell, hogy nagyon boldog házasság lesz. Mindketten nemes lelkűek és jó természetűek. Igen, mondta a kapitány kerülve Anne tekintetét. De azt hiszem, ezzel vége is a hasonlóságnak. Teljes szívemből kívánom, hogy boldogok legyenek, és örülök minden körülménynek, ami elősegíti ezt. Otthon semmiféle nehézséggel nem kell megküzdeniük, semmiféle ellenkezéssel, szeszéllyel, akadállyal. Musgrove-ék rájuk jellemző módon roppant tiszteletre méltóan és kedvesen viselkednek, igazi szülői szívvel csak azt tartják szem előtt, hogy a leányuk javát előmozdítsák, és mindez nagyon-nagyon hasznára van a boldogságuknak, talán jobb, mint elhallgatott. Úgy látszott, hirtelen eszébe jutott a múlt, minek folytán valamelyest gyaníthatta, mi készteti Ant arra, hogy elpirulva maga elé bámuljon. Mégis miután megköszörülte a torkát, így folytatta. Bevallom, én bizony úgy vélem, hogy van közöttük egy bizonyos különbség, túlságosan is nagy különbség, méghozzá nem kevésbé lényeges dologban, mint a gondolkodásmód. Louisa Musgrove-ot nagyon szeretetre méltó, jó indulatú lánynak tartom, aki nincs ilyen az értelemnek, de Benwick valamiképpen több. Okos ember, olvasott ember, és bevallom, némiképp meglepőnek találom, hogy gyengéd érzelmek ébredtek benne Louisa iránt. Ha ez a hála következménye lett volna, ha azért szeretett volna bele, mert úgy vélte, a lány is szereti őt, az más dolog volna. De semmi okom ezt feltételezni. Ellenkezőleg úgy látszik, ez az ő részéről teljesen önkéntelen, természetes érzés, és ez meglep. Egy olyan férfi, mint ő, az ő helyzetében, egy sebzett, meggyötört, már-már megtört szívű férfi,
Fanny Harville nagyon kiváló teremtés volt, és az iránta táplált érzelmei valódi érzelmek. Egy férfi soha nem gyógyul ki abból, ha a szívét egy olyan nőnek adta. Nem gyógyulhat ki. Ez lehetetlen. Ám de akár arra eszmélt rá, hogy a barátja mégis kigyógyult, akár valami másra nem folytatta, és Anne a kidacára a felkavart hangnak, melyen a legutóbbi mondat elhangzott, dacára a termet megtöltő különféle zajoknak, az ajtó szinte szaggatatlan nyílásának és csúkódásának, az érkezők állandó zsongásának minden szót tisztán értett. Igen, meghökkent, örvendezett, zavarba jött. Sokkal szaporábban lélegzett, és egyetlen pillanat alatt 100 érzést töltötte el. Nem volt képes hozzászólni az elhangzottakhoz. Némi hallgatás után mégis úgy érezte, beszélnie kell, és mivel a legkevésbé sem vágyott teljesen más témára, kitérésképpen csupán ennyit kérdezett. Ön ugyebár jó darabig Lyme-ban időzött. Nagyjából 2 hétig képtelen voltam távozni, amíg Luisa a gyógyulásra nem vált teljesen biztossá. Túlságosan nagy felelősség terhelt az esetért, hogy sem egyhamar megnyugodhattam volna. Én tehettem róla, egyedül én? Nem csökönyösködött volna, ha én nem lettem volna gyenge. Lyme környékén nagyon szép a táj. Rengeteget sétáltam és lovagoltam, és minél többet láttam, annál több csodálnivalóra akadtam. Nagyon szeretném viszont látni Lyme-ot, mondta Ann. Igazán? Nem gondoltam volna, hogy bármi olyat talált Lyme-ban, amitől így érez. A rémület és a zakodalom, amit kiált a szellemi-lelki megerőltetés és próbatétel. Azt gondoltam volna, hogy az utolsó benyomásai Lyme-ról biztosan nagyon rosszak. Az utolsó órák persze igen gyötrelmesek voltak, válaszolta Ann. De amikor a gyötrelemnek vége, az emléke gyakran kellemessé válik. Az ember nem szeret egy helyet kevésbé azért, mert baj érte ott, legfeljebb csak akkor, ha csupa bajban, kizárólag bajban lehetett része. És Lyme esetében semmiképp sincs így. Csak az utolsó 2 óra telt nyugtalanságban és aggodalomban. Előzőleg nagyon is jól éreztük magunkat. Oly sok újdonság és szépség. Én annyira keveset utaztam, hogy nekem érdekes minden új hely. De Lyme igazán szép, és röviden szólva, enyhén elpirult valaminek az emlékétől. Nagyon kellemes benyomásokat őrzők összességében. Ahogy elhallgatott, ismét nyílt az ajtó, és megjelentek azok, akikre az egész társaság várt. Lady Dalrymple. Örvendeztek a jelenlévők. Sir Walter és 2 hölgye pedig a kínos eleganciával még éppen csak összeegyeztethető buzgalommal lépett elő a fogadására. Lady Dalrymple és Miss Carteret, a véletlenül majdnem ugyanabban a pillanatban érkező Mr. Elliot és Wallace ezredes kisretében lépett be a terembe. Csatlakoztak hozzájuk a többiek is, és Anne óhatatlanul közöttük találta magát, elszakadt Wentworth kapitánytól. Érdekes, szinte túlságosan is érdekes beszélgetésüknek egy időre vége szakadt. De a bánkódás semmiség volt a boldogsághoz képest, melyet Anne-ben ébresztett. Az elmúlt 10 percben többet tudott meg a kapitány Luisa iránti érzelmeiről, többet valamennyi érzelméről, mint hinni merte. És most örömteli, noha felkavaró érzések közepette adta meg magát a társasági elvárásoknak, a pillanat megkövetelte udvariaskodásnak. Barátságosan viselkedett mindenkivel. A gondolatai arra késztették, hogy mindenkihez udvarias és kedves legyen, és mindenkit sajnáljon, mivel nem oly boldogok, mint ő. Az örömteli érzések kisé alább hagytak, mikor a társaságból visszahúzódva ismét csatlakozni akart Wentworth kapitányhoz, ám nem találta. Éppen akkor pillantotta meg, amikor a férfi belépett a koncertterembe. Elment, eltűnt előle. Ant egy pillanatra bánkódást töltötte el, de hát megint találkoznak majd. A kapitány keresni fogja őt, megtalálja, még mielőtt az esté véget ér, és egyelőre talán meglesznek egymás nélkül. Ennek szüksége volt egy kis időre, hogy visszanyerje az önuralmát.
Miután röviddel utóbb megjelent Lady Russell, immár egybegyűlt az egész társaság, és nem maradt más hátra, mint átvonulni a koncertterembe, rangszerinti sorrendben, lehetőleg minél nagyobb fontoskodás közepette, hogy a lehető legtöbb pillantást vonják magukra, a lehető legtöbb sugdolózást váltsák ki, és annyi embert háborgassanak, amennyit csak lehet. Elizabeth és Anne Elliot mindketten nagyon-nagyon boldogok voltak, amint a terembe léptek. Elizabeth úgy érezte, miközben karját, Miss Carteret karjába öltötte, és Dalrymple Vicomte özvegyének széles hátát nézte, nincs olyan vágya, mert ne érhetne el. Anne pedig, de hát tekintettel Anne boldogságának, természetére. Sértő volna bármiféle összehasonlítást kettejük között. Egyikük boldogságának forrása csupa önző hiúság, a másikuké csupa nemes lelkű szeretet. Anne észre sem vette a terem ragyogását, eszébe sem jutott törődni vele. Boldogsága belülről fakadt, a szeme ragyogott, sugárzott az arca, de mit sem tudott erről. Csak az elmúlt fél órára gondolt, és miközben a helyük felé haladtak, septében végigpergette magába a történteket. A kapitány téma választását, a kifejezéseit, és még inkább a viselkedését, meg a tekintetét csak is egyféleképpen tudta értelmezni. A Louisa Musgrove hibáiról alkotott véleménye, melyet látnivalóan nagyon is el akart mondani, a csodálkozása Benwick kapitányon az első hatalmas szerelemmel kapcsolatos érzései, az elkezdett mondatok, melyeket nem tudott befejezni, a félig elfordított szem és a több mint félig meddig beszédes pillantás, mindez arra utalt, hogy a szíve legalább visszatért hozzá, hogy nem érez többé haragot, neheztelést, nem törekszik kerülni, és hogy ehelyett nem csupán barátsággal és tisztelettel, hanem a múlt gyengéd érzelmeivel viseltetik iránta. Anne nem tudta kevesebbre vélni a változás jelentését. Wentworth kapitány bizonyosan szereti őt. Ezek a gondolatok és az őket kísérő ábrándképek olyannyira lekötötték és izgalomba hozták, hogy képtelen lett volna odafigyelni bármire, és úgy lépte el végig a termen, hogy színét sem látta a kapitánynak, még csak nem is próbált ráelelni. Mikor Kiki a maga helyére ért, és annak rendje módja szerint letelepedtek, Anne körbe pillantott. Vajon a kapitány nem a teremnek ugyanazon részében van-e, de nem? Sehol nem akadt meg rajta a szeme, és kis időre a boldogság egy szerényebb fokával rákényszerült megelégedni, mivel a hangverseny éppen kezdetét vette. A társaság tagjait két felé osztották, és két egymás mögötti padra ültették le. Anne azok közé került, akik az elősőn kaptak helyet, és Mr. Elliot barátja Wallace ezredes segítségével olyan szerencsésen mesterkedett, hogy melléje ülhetett. A kuzinjai által közrefogott Elliot kisasszony, aki egyszer, mint Wallace ezredes udvarlásának elsődleges színzettjévé vált, teljesen elégedett volt. Anne hangulatához kifejezetten illett az aznap esti szórakozás. Éppen megfelelt lelki állapotának, átérezte a gyengéd elemeket, derült a vidám pillanatokban, elmélyült a filozofikus futamokban, és türelemmel viselte az unalmas részeket. Soha koncertet nem élvezett jobban, legalábbis amennyire az első részt élvezte. Ennek vége felé egy olasz dalt követő szünetben elmagyarázta Mr. Elliotnak a dal szövegét. Ketten néztek egy műsorlapot. Nagyjából ez a szöveg értelme, mondta Anne, vagy inkább ezt jelentik a szavak, mert egy olasz szerelmes dal értelméről természetesen nem beszélhetünk, de körülbelül erről szól a szöveg, amennyire vissza tudom adni a jelentését. Nem szeretnék úgy tenni, mintha érteném a nyelvet. Nagyon rosszul tudok olaszul. Igen, igen, látom én. Látom, hogy mit sem konyít a dologhoz. Épp csak annyira tudja a nyelvet, hogy ezeket a kacifántos, többféleképpen értelmezhető rövid olasz sorokat első látásra világos, érthető, elegáns angolsággal fordítja. Nem szükséges többet beszélni a tudatlanságáról. Íme a tökéletes bizonyíték. Édven ilyen udvariasság ellen nem tiltakozhatom, de pórul járnék, ha igazi hozzáértő vizsgáztatna. Nem lelném örömömet abban, hogy ilyen hosszú ideje a Camden Place lejárok. Válaszolta Mr. Elliot. Ha nem tudnék valamit Anne Elliot kisasszonyról, és úgy vélem túlságosan szerény ahhoz,
hogy a világ akár csak félig tisztában legyen a műveltségével, és túlságosan is művelt, hogy oly szerény legyen, ami bármely más nő esetében természetes volna. Ennyi, szégyelje magát, túlzásba viszi a hízelgést. Elfelejtettem, mi következik most, mondta Anna műsor felé fordítva a pillantását. Talán, szólt Mr. Elliot halkan, hosszabb ideje ismerem a jellemét, mint tud róla. Valóban? Az meg hogy lehet. Csak azóta ismerhet, hogy bátba jöttem, eltekintve attól, hogy esetleg a családomat hallotta előzőleg beszélni rólam. Hallomásból jóval ezelőtt ismertem, hogy bátba érkezett. Olyanoktól hallottam kegyedről, akik közelről ismerik. Hírből sok éve ismerem kegyedet. A külsejét, a természetét, a képességeit, a modorát mind bemutatták nekem. Ha Mr. Elliot azt remélte, hogy érdeklődést fog kelteni, nem csalódott. Senki nem képes dacolni egy ilyen rejtély bűvöletével. Nem csupa kíváncsiság lett. Egy új ismerősének régen beszéltek róla olyanok, akiknek nem ismerte a kilétét. Csodálkozott. Neki buzdulva kérdezősködött. Ám de hiába. Mr. Elliot örömét lelte a kérdezgetésben, de nem válaszolt. Nem, nem, talán majd valamikor máskor, de most semmiképp. Nem említett neveket, de biztosíthatta, hogy igazán így történt. Sok évvel korábban olyan leírást kapott Ann Elliot kisasszonyról, hogy a legkitűnőbb véleményt formálta az erényeiről, és a legélénkebb kíváncsiság ébredt benne, hogy megismerje. Ann senki másra nem tudott gondolni, akiről lehetségesnek tartotta volna, hogy sok évvel ezelőtt kedvezően beszélt róla, csak Wentworth kapitány bátyjára, a Monkfordi Mr. Wentworthre. Lehetséges, hogy ő találkozott Mr. Elliottal, de ennek nem volt bátorsága feltenni a kérdést. Ann Elliot neve, mondta Mr. Elliot. Számomra régóta érdekes csengéssel bír. Nagyon rég elbűvöli a képzeletemet. És ha merném, elrebegném a vágyamat, hogy ez a név bárcsak soha ne változna meg. E szavakat mondta, vélte Ann. De alig hallgatta végig az elhangzottakat, amikor a figyelmét más szavak vonták magukra, közvetlenül a háta mögött, melyek minden egyebet jelentéktelenné tettek. Az apja és Lady Dalrymple beszélgettek. Jó külsejű férfi, mondta Sir Walter, nagyon jó vágású. Valóban igen, szép fiatalember, felelte Lady Dalrymple. Szemrevalóbb, mint akiket bátban többnyire látni lehet. Biztosan ír. Nem, tudom is, hogy hívják. Köszönő viszonyban vagyunk. Wentworth a neve. Wentworth kapitány, a flottától. Nővére a felesége az én Somersetshire-i bérlőmnek, Croftnak, aki kivette a Kellynch kastélyt. Mire Sir Walter idáig eljutott, Anne megpillantotta Wentworth kapitányt, amint nem messze tőle más férfiak társaságában áldogál. De amint megakadt rajta a tekintete, a kapitány, mintha elfordult volna. Anne legalábbis így látta. Úgy tűnt, mintha csak egy pillanattal késett volna el. Ám amíg figyelni merte, a férfi nem nézett vissza rá. Aztán folytatódott az előadás. Anne pedig kénytelen volt úgy tenni, mint aki figyelmét ismét a zenekarnak szenteli, és egyenesen előre nézett. Mire ismét módja nyílt szemével a kapitány keresni, az már nem volt ott. Ha akar, akkor sem jöhetett volna közelebb Annehez, akit ismerősei minden irányból közrefogtak. De Anne legalább a tekintetét szerette volna elkapni. Terhesnek érezte Mr. Elliot jelenlétét is. Már nem volt kedve beszélgetni vele. Azt kívánta, bár ne ülne oly közel hozzá. Véget ért a műsor első része. Anne reménykedett, hogy valami jótékony változás történik, és miután egy darabig csipcsup fecsegéssel telt az idő, a társaságból néhányan úgy döntöttek, teázni indulnak. Anne azon kevesek közé tartozott, akik inkább a helyükön maradtak. Nem állt fel, amiként Lady Russell sem, ám nagy örömére megszabadult Mr. Elliottól, és bármiként érzett is Lady Russell iránt, nem szándékozott lemondani a Wentworth kapitánnyal való beszélgetésről. Ha az alkalmat ad rá neki, Lady Russell arckifejezése arról győzte meg, hogy látta a kapitányt. De a férfi nem mutatkozott. Anne olykor azt képzelte, őt veszi észre valamelyes távolságban, de mindannyiszor csalódott. A szünet izgatott várakozással telt, és eredménytelenül ért véget. Visszatértek a többiek, a terem ismét megtelt. Kiki újból elfoglalta a helyét a padokon, hogy végigüljön egy óra gyönyörűséget, vagy egy óra
büntetést. Egy órányi muzsika kecsegtette örömmel az igazi zenerajongókat, és kárhoztatta ásítózása azokat, akik csak színlelték a zene szeretetét. Ed leginkább egy óra izgalomnak nézett elébe. Úgy érezte képtelen nyugodt szívvel távozni a teremből anélkül, hogy még egyszer látná Wentworth kapitányt, hogy még egy baráti pillantást váltana vele. A második rész előtt sok változás történt az ülésrendben, ami Anne számára kedvező helyzetet teremtett. Wallace ezredes elhárította, hogy ismét leüljön, Mr. Elliotot pedig visszautasíthatatlanul maguk közé invitálta Elizabeth, meg Miss Carteret, és néhány további átülés, valamint saját mesterkedése eredményeként ennek sikerült a korábbinál sokkal közelebb kerülni a pad végéhez, és így jóval elérhetőbb lett az arra járók számára. Eközben óhatatlanul felmerült benne, hogy ugyanúgy jár el, mint Miss Larolles, az utánozhatatlan Miss Larolles. Mégis megtette, ha nem is lett sok eredménye, ám szerencsére legközelebbi szomszédainak korai távozása révén tovább javult a helyzet, és még mielőtt a koncert véget ért, Anne a pad legszélén találta magát. Így állt a dolog. Már akadt is mellette üres hely, amikor ismét felbukkant Wentworth kapitány. Nem volt messze, amikor Anne észrevette. A kapitány is meglátta őt, de komornak és bizonytalannak tetszett, s végül csak nagyon lassanként jött elég közel ahhoz, hogy szólhasson Annehez. Anne érezte, hogy valami baj van. A változáshoz nem férhetett kétség, megdöbbentően nagy volt a különbség a férfi mostani és a korábban a 8-szögletű teremben tanúsított magatartása között. Vajon miért? Anne az apjára és Lady Russellre gyanakodott. Lehetséges volna, hogy a bántó pillantásokkal méregették? A férfi komoran kezdett beszélni a koncertről, inkább emlékeztetett az Uppercrossi Wentworth kapitányra, beismerte csalódottságát, jobb éneklésre számított. Röviden kénytelen bevallani, hogy nem fogja bánni, ha vége lesz. Anne válaszképpen oly jól eltalált szavakkal kelt az előadás védelmére, mégis kedvesen tekintetbe véve a kapitány érzéseit, hogy az megenyhülni látszott, és majdhogy nem, elmosolyodott. Beszélgettek. Még néhány percig az enyhülés kitartott. A kapitány még a padra is lepillantott, mintha elfoglalásra érdemes helyet látna. Ebben a pillanatban Anne érintést érzett a vállán, és kénytelen volt hátrafordulni. Mr. Elliot érkezett vissza. Bocsánatáért esedezett, de muszáj hozzáfordulnia, hogy ismét magyarázatot kérjen az olasz szöveget illetően. Miss Carteret nagyon kíváncsi, vajon miről fog szólni a következő dal. Anne nem háríthatta el a kérést, de soha nem áldozott kelletlenebb lélekkel az udvariasság oltárán. Ez óhatatlanul igénybe vett néhány percet, bár Anne igyekezett a lehető leghamarabb elintézni a dolgot, és amikor ismét magával törődhetett, megfordult, s azt vette észre, hogy Wentworth kapitány kimérten, sőt, sietve elköszön, mondván kénytelen jó éjszakát kívánni, most elmegy a lehető, leghamarabb haza kell érnie. Nem volna érdemes maradnia ezért a dalért? Kérdezte Anne, akinek hirtelen eszébe jutott valami, ami még buzgóbb biztatásra késztette. Nem, válaszolta kereken a kapitány. Nincs semmi, amiért érdemes volna maradnom. És azonnal távozott. Féltékeny Mr. Elliotra. Ez lehetett a viselkedése az egyetlen észszerű magyarázat. Wentworth kapitány féltékeny? Hitte volna ezt egy héttel korábban, 3 órával korábban? Egy pillanatra túlcsorduló öröm árasztotta el Anne szívét. Ezután azonban sajnos nagyon is másféle gondolatok következtek. Hogyan csillapítsa az ilyen féltékenységet? Hogyan közölje vele az igazságot? A helyzetükből fagadó, különösen kedvezőtlen körülmények közepette. Hogyan fogja a kapitány valaha is megismerni az ő igazi érzelmeit? Gyötrődve gondolt Mr. Elliot udvarlására. Felmérhetetlen mennyi kárt okozott, s okozhat még.